néztem, és akkor olvasom, hogy lehet, hogy akkor most már lehet, hogy így van a rendszer, hogy el kell érni, hogy megkapd a ládát, meg a háttérlapot, de azt tudom, hogy a régi rendszerben úgy volt, hogy azelőtt is volt jutalom, ha jól tudom, ha jól emlékszem, rég voltam már 20 felett. Közben itt meg folyamatos harcok dúlnak. Igazi barlangi világ. Közben az őrület is itt elkezdett követni. Van csápom? Jó lenne inkább azzal harcolni ezek ellen. Azt az avacakot ki fog jönni. Figyeljetek! Miért nem jött? No, így nem lesz jó. Ezzel abban volt a kardom. Na, no, tudjátok mit? Én innen elmentem. Mi az, hogy ez a sok vacak rám támad? Takarodjatok, józan vagyok! Józan vagyok! Oké, okay. Én meg józan vagyok, hagyjatok már békén. Kergetnek azok a vackok. Nézzük, mi van erre. Ó, ez a denevéres terület lesz. Jó, erre nem jövünk. Ezt a guánot még felveszem. Itt jönnek az őrületek. Szépen megkergetnek, megőrítenek, szó szerint. Erre mi van? Erre csak egy ilyen üres kis terület. Kár. Nincs olyan sok HP-m, na ezt felhasználom akkor most. Csak lássátok, hogy gyógyít. Na jó, hol van az a megromlott kaja? Hatalmas lenggal. És akkor most gyertek felém. Gyertek, készen állok. És ott jön. De még józan vagyok. Ide! Persze! Jó helyre jössz. Gyakorlatilag ide azért jött le az ember, hogy megőrüljön. De mennyien vagytok? Hey! Na jó, viszlát! Táskám azért meg kéne. Táskámat hogy kapjam meg. Ti győztetek, én elmentem, viszlát! Nem zavarlak titeket többet. Valaki árad? Error! Az szép. Nem engedi, hogy nyerje. Na jó, én meg itt kijöttem a barlangokból. Ez így nem állapot. Nem tudok lemenni, mert itt konkrétan megzakkanok azoktól a vacoktól. Miért örülök folyamatosan? Vizes lett a bumerángom. Vett a föl. Ah, lélek. Na jó, legalább akkor visszatérhetünk a napi rutinhoz. Öljük az őrület közben a nyulakat.
Ó, az két cilinderem volt. Az lehet. Hát nekem is vissza kéne menni és megnézni. Ó, szép. Segíteni fog rajtam, meg az örületemen. Visszamegyek a zöld gombákért talán. Most már úgyse kell amiatt aggódnom, hogy itten megsülök. Meg akkor felhozom az aranyat is. Na, szedjünk virágot is. Gyakorlatilag nem tudtam lemenni a barlangokba, mert ott voltak azok a baszkok. Azok ellen majd kéne valamit találni. Szóval azok nem alszanak el a pánsíptól. Mivel lenne azokat onnan elkergetni? Az a baj, hogy rengetegen vannak, sok ellenséget, hogy győzöl le? Azaz, Blizzard tökéletes rendszere. Ezt a Don't Starve is szivat engem. Nem kicsit. Tényleg mi is kellett a mézes gyógyító eszközhöz? Két méz. Felveszem a virágokat. Ezzel leszek józan. Közbe. Ó, ezt is leveltem. Remek, jönnek a kutyák megint. Ezt felrakom ide. A gomba kell nekem. Ezt visszarakom ide, és futás vissza. Jönnek a kutyák. A pánik szoba! Sok a kocsmába, mi? Na itt viszont jönnek a kutyák. Dogs are coming. Na várj, de csak egy kutya jön, persze, mert feljöttem a barlangokból. Akkor gyertek békák, megkapjátok. Utáni hold! Gloomer! Ne, nem lesz meg időbe Gloomer! Legyen meg időbe Gloomer! Nem figyeltem a teli holdat. Szerintem nem biztos, hogy odaérek. De meg kell próbálni, hát ha. Tényleg még van egy kis rövid idő, amíg ott marad a virágja. Ha minden igaz, ott van Gloomer, látjátok? Újból beszerezhető. Gloomer, kell lesz nekem, kell lesz nekem, hogy feltöltsem veled meg a kis, ilyen kis bacakjaiddal a ládákat. Tizet. Gyere, Gloomer! Jéééé! Gloomer, menekülj! Disznó! Gloomer! Gloomer! Jó van, megette, ahogy is hívják ott a disznó. Zseniális. Itt meg minden virág gonoszszá változott. Gyere, Gloomer! A barátom. Régi kedves barátom. Közben, ja, sima kis hús. Közben a kutyával elbántak a méhek. Nem, a békák voltak ott, ja. Méheket kiirtották a béhák. Békák. Béhák. A nyomás béhákások. Béka gang párt. Ó, mennyi kutyát, vagyis békát megölt ez a kutya. Na legalább akkor itt lesz nekem kajám.
teli hold, meg az őrület, jó kis kombó. Ilyenkor nagyobb eséllyel lesznek gonoszak a virágok. A gonosz virág az csak lélekre jó. Esetben, hogyha... Hogy is hívják? Van egy olyan csáv, aki fel tudja használni rendesen a lelkeket. Ilyen munkásokat csinál. Na, annak jó lesz, de amúgy Weebernek nem kell. Na gyere, Gloomer, újban itt lakhatsz. Közben teli vagyok itten csápokkal, köpőcsövekkel. Nézzétek, milyen arányos. Na, béka lábakat berakom. Közben... A Disnobird kinél tároltam, Chester? Nem Chesterbe, mert Chester ugye már akkor a kutyák megeszik. Ja, és akkor azért nincsen most Disnobőröm. A Disnobőrt azt ide rakom akkor. És akkor begyújtok ezzel a guanóval. Nevén szólítva, de nevér szar. És akkor végre józan vagyok ismételten. Kéne valami kaja. Ó, sőt, mi több. Ezek itt betakaríthatók. Na, közben nekem kéne egy olyat játszanom az étellel. Jó az. Így ettem egy normálisat, és akkor növeltem a tartóságukat annak is. Úgy. Na, Nyuszika, gyere ide! Meg te is gyere ide. Azaz, tudok csinálni rendes húst. Ó, közben újból józan lettem. 100%-ig megjózanodtam. Hol a csapda? Kell ide ez a nyúlhoz. Mindig ide belemegy. Van olyan szerencsés. Nekem? Ha minden igaz, a Prime miatt sokáig. 6-7. Szóval... Nagyon sokáig. Ah, közben azt már nem tudom meg... megenni, vagyis megsütni. Hol vannak az egyéb magok? Szerintem elkezdek egyebet növeszteni. Tényleg a guano... Ja, a guanóval lehet trágyázni. Helyes. Voilà. És akkor így kinőnek. Dragon fruitok, és akkor tudok csinálni pitét. Ez pedig most azért rakok bele egyéb dolgokat, hogy meg tudjam csinálni a béka lábas kaját, bár lehet, hogy fölösleges. A... mit? Mit vettem föl? Az ás... az ásót. Jó, de az mondjuk kezd tönkre menni, szóval azért jó lesz. Szerintem, hogy kell valami romlottat rakni. Meg kell trágyázni ezt is. Mindenesetre most dragon pités kaját csinálok. Úgy tök jó, mert ingyen... ja, ingyenes a Prime-om. Tehát az egyhetes próba... Prime tart még mindig. Ne kérdezzétek, hogy jól megoldotta a rendszer. Én minden esetre nem panaszkodok. Ha, szép. Köszi, kedves. Mondjuk volt egy pár jó jelentem, amit megpróbáltam én is kivágni. Mondjuk az pont sűriba volt. Ezt nem engedte a rendszer. Az itteni gépemen meg általában elkezdek live-olni, utána meg már le is dőlök.
Valam ki kéne találnom, hogy azt a sok hallucinációt, hogy győzzem le. Minden esetre tároltam a pókus dolgokat, ja. Csinálok egy pókfészket. Teli vagyok már. Ja. Akkor azt mondja, hogy a pókfészekhez kell nekem papír. 6 darab. És ott van. Van már pókfészkem. Csodálatos. Elkezdhetjük tenyészteni a pókokat is. Igen. Itt és a pókos valamik azok. Jó, azok jöhetnek ide. Hú, tényleg aztán kéne majd trágya is. Hol vannak a megromlott dolgok? Ezt odarakom a növényre. Gloomernél is visszatöltjük az eszünket. Tök jó maxon vagyok. Azt elkezdek fát vágni szerintem. Aztán majd nem is tudom, hogy hova rakjam a pókfészkemet. Most amit itt csináltam. Hova lenne jó? Azon gondolkodok, hogy oda lent. Hát akkor ugye a PK-kat tudnák ölni a pókok. Lehetnék a másik barlangba is. De mostaninál az nem biztos, hogy sokat leszek. Bárki tudja, lehet felfedezem még a maradék térképet. A virágodat felveszem, Gloomer. Ha nem gond. És akkor így közelebb tollak. Így egyszerre tudom növelni az eszemet, és melegedni a tűz mellett, ez télen jó kombó lesz. Na, közben felkelhetne a nap. Mondom, felkelhetne a nap. Köszönöm. A dragon fruitok meg itt nem nőnek ott fent. Le kéne menni a barlangba még mindig. Az a baj, hogy ott vannak azok a nagyobb hallucinációk is. Azokkal nem tudom, hogy mit kezdjek. Nem csápot magammal viszek. A bumerangom az eltört. Na, megnézem, hogy mi a helyzet most ott lent a barlangokba. Mennyit jövök megőrülni. Mondjuk most már van gloomerem, szóval annyira nem vészes. Csak most végig elrohanok tőlük. És akkor lent a barlangokban volt egy ilyen tábor, azt oda megyek. Ezt majd utána kéne nézni, hogy hogy tölthető fel az avacak. Erre lesznek a denevérek, arra meg fönt van a tábor. Azt így remélem most, hogy távol kerültem azoktól a vacak lényektől. Így most remélem majd el fognak tűnni. De nem követtek. Jó, viszont itt meg már egymagunk vagyunk. De... Miért? Te miért jössz ide?
Ezek viszont bogok megtámadják ezeket? Nem támadják, de kijönnek rá. Arra reagálnak, hogy itt járnak. Na végre, hogy eltűnt! Aj! Köszönöm. Na és ott a királynő. Drágám, hazajöttem. Csápos minden itt. Fel van nálam? Mi azt nem fogadják el. Hol volt szörny hús? Nem, a táboromnál vár, azt felveszem. Hol a sapkám? Ó, itt is kinőtt egy... Nem is... Ó, onnan jött ki ez a pók királynő. Viszont van egy ötletem. Gyert... Jöjjünk ide le. A pókok kedvelik Weebert. Most, ha adok nekik kaját, akkor követnek. Ó, földrengés! Na, ennek örüljünk. Semennyire. Ugyanúgy reagál rám, mint az összes többi pókra. Arany! Lett volna. Az a baj, hogy nem minden marad meg, ami lássik. Egy kovakő maradt most komolyan. Inkább örültem volna a gyémántnak, vagy egyéb dolgoknak. Nem, ezt igaz, magammal viszem inkább. Itt az alap inventoriba. Na, azt gyertek, pókocskák. Mutatok valamit. Hát a pókok bekövetnek, hogyha adok nekik húst. És azt jelenti, hogy húst is elfogadják. Figyelj, most engem követ. Ez az, támadjátok a csápot. És akkor ugyanúgy ide jövök a pókokkal, akik engem követnek. Azokat megtámadja a csáp, mire az összes többi pók az jön ide harcolni. A fene. Az. Csak egy kevéske szörny húsamba került az, hogy egymáson grasszam itt a népeket. És vissza is kapom. És akkor tök így elkezdhetem farmolni a dolgokat. Na, az nem kellett volna. Pókok, gyertek ide? Ide. Itt volt egy csáp. Hová tűnt? Ott van. Jól elkezdte ütni a pókokat. A hülyéje. Ez gyakorlatilag egyenlő volt a veszélyvel. Ah, bár azt én akartam felvenni. Csak a húsra koncentrálok most. Jó, mi az, ami nekem kelleni fog? A pókfészek az maradjon nálam. Falokat nem kérem. Szépen kiírtam a helybérieket. Tudok gyógyítani másokat? Az de király. Arra kéne valamit raknom. Meg befűtök guánóval. És szerintem be is rakom ide a szörnyhúst. Sőt, mint ezt is a nádat fogom halmozni. Ezt a kardot is berakom, az aranyat is berakom. Sőt, mi több, akkor a szörny, a mocsári bört is berakom. Hoppá! Na, besötétedett? Az igen. Jó,
legyen még egy fákjánk. Közben itt szépen felhalom, rengeteg fegyvert kaptam gyakorlatilag abból, hogy itt egymásra húzattam a népet. És a királynő ott alszik. Nézzétek, nem aranyos a drágám. Ezt mindig, hogy a fegyver kell, akkor csak lejövök ide. Hoppá. Megtelt a láda, vár. Hol a pók? Honnál? A bölcs szerintem berakom. És akkor itt kint elkezdem halmozni ezeket a vackokat. Pff, mennyi van? Az. És tök jó, mert itt a napból folyamatosan világos van. Ezt majd jöhetek aludni. Most úgyis rengeteg szörnyhúst kaptam, akkor majd vissza tudom tolni majd a kajaszintet. Teli vagyok mindennel. Az a baj, nem öltek olyan sok pókot a csápok. Még az se ártott volna. No, földrengés. Majd le kéne dobnom. Az a baj, hogyha valamit ledobok, akkor a földrengésből kivétel volt felszerelés. Viszont majd figyelnem kell arra, hogy... Á, kérem fel a cilindert. Jó, meg ezt a kettőt hazaviszem. Most egyelőre ebből nem lesz hiány. Majd nekem felfedezni. Majd egyszerűen beérem ennyivel. Szülnek. Folyamatosan jönnek a pókok. Hatalmas Pók family. Tehát nézzétek meg, itt van a Pók úr bottal, és itt van a drágája. És itt vannak a kicsikék, igazi Pók család. Screamshot. Nem aranyos. Kérem azt. Na, apuci el meg dolgozni. Visszamegy felszínre. Ez majd fönt. Kirakok még egy pár újszülöttet. Jó. Most nagyon sok nádat nem gyűjtöttem. Várj, mi van még itten? Márvány fa. Márványt vigyük fel. Lent hagyok egy baltát. Ja, annyi. Szerintem így. És hol a fákján? Ráhasználom a százasat. Közben másra nem látok fákját, akkor lehet, hogy elhasználtam a másikat. És akkor tök jó, ők meg itt a személyes őrségem, ezek a kő sziklák. Hogyha jön majd megint egy ilyen kukac, akkor ők majd így szépen elbánnak vele. A Don't Starve egy rövid ideig nem válaszolt. Whee! Fussunk. Csak tök, most már megy fel a józansági állapotom. Közben itt nőnek a dragonfruitok. Majd ezt kéne felhasználni valahol. Mindegy, akkor csápot le. Tehát, hogy mindent lepolok, konkrétan a csápokat fogom felhozni. Csak hogy legyen. Teli leszek táborokkal. Na, inkább először ezeket gyűjtöm be. Ezek nem nőnek folyamatosan. Ezt termeszteni kell. Van két mag nálam, azt még kettőt oda. Lehet, hogy több farmot kéne csinálni.
time for snack. Ne dobd le. Nem add a madárnak. Nem. Kapsz ennyit. Az utolsót azt megsütöm, azt fog jönni nekem egy kutya.